Sziasztok, ez itt a Quakes Scourge of Armagon második epizódja. Szedjük fel a Supershotit. És küzdjünk meg a jó öreg barátunkkal, a Death Knight-tal. Illetve egy egészen új ellenféllel is találkozunk. Igen, azzal a kapcsolóval később foglalkozok majd. Hello, Gremlinek! Gyertek itt a finom Death Knight husi. Ó, nem kértek? Ó, dehogy nem kértek. Na, hogy ízlik? Igen, ezek ilyen dögevő ellenfelek. Hogyha találnak egy hullát és megeszik, akkor valahogy szaporodnak. Eléggé érdekes ellenfél, mondhatom, és még egy különlegességük van. Megpróbálom bemutatni. Na, nem akarjátok? Itt van nálam egy jó kis soti. Nem tetszik nektek? Úgy tűnik, hogy most nem akarják elvenni a fegyveremet, de azt is meg tudják csinálni. Lehet, hogy vagy csak közelről, vagy csak akkor, hogyha rám ugranak. Aha, ott van. Na, kilövöd a saját társadat itt. Add vissza a Supershotit. Ennyi elég volt. Igen, direkt egy kicsit lassan kezdtem ezt a pályát, hogy megmutassam az új ellenfelek különböző érdekességeit. Nem egy erős szörny ez a Gremlin, igazából akár két Supershoti lövéssel is kiszedhetitek őket. De általában nagyobb csoportokban jönnek majd, szóval okozhatnak akár kihívást. És mivel már megint teljesen lement az életem szinte nullára, ezért jöjjünk vissza ehhez a titkos helyhez. Írja a játék, hogy a vízben van. Hát ki nem találtam volna, itt egy nyíl is mutatja, hogy merre van. Az első titkos helyet így nagyon segít megtalálni a játék. És ezek a fákják mindig így a levegőben voltak. Annyira nem is néztem. Hát ezek így normálisan vannak. Na mindegy. Szóval a következő rész. Először kiszedem ezt a Wart. Mondom, találkozunk már itt mindenkivel ezen a pályán. Illetve Death Knight, te is megvagy. Hogyha azt a Nilgunt felvesszük, akkor egy rendkívül jó rész következik. Amit csízelhetünk úgy, hogyha előre fölhúzzuk ezt az ajtót. Mert a findek nem tudnak ide beugrani. De egyébként elég unfair rész ez. Két finddel ilyen kis területen megküzdeni, és még ugrék is lőnek ránk. Illetve amíg ki nem szedjük a findeket, addig nem tudunk visszajönni a lépcsőn. Nem tudom, hogy az felvételen látszott-e. De hogyha a felvont ajtóra felugrunk, akkor még egy titkos helyet találunk. És emlékezzetek erre a rácsokra, mert később fognak csak kinyílni. Arra pedig a pálya későbbi területe lesz. Az emeletre majd később érünk. Ó. Hát az nem volt szép célzás. Jó, ezt a kapcsolót már aktiváltam. Ide kell majd az ezüst kulcs. Igen, már kulcs és nem kártya. Nem. Most nem kapsz lakomát.
És itt van egy új item. Mégpedig az idézés kürtje. Hogyha megszereztek egy ilyent, akkor jön egy ellenfél és az oldalatokon fog küzdeni. Most éppen egy ugrét kaptunk. Ó, kit látsz te ott? A túloldalt a lovagot célozza. Hát igen, ugyanolyan eszetlen, mint az összes többi ellenfél. De nem baj, legalább a mi oldalunkon küzd. Jó. Te ugre, te miért nem veszel engem észre? Grendark fölött még egy titkos kapcsolót láthatni. Láthatni, látni, vagy láthatunk. Ez így most összemosódott. Jaj. És azt hiszem, hogy az az a titkos kapcsoló, ami elérhetővé teszi nekünk ezt az életet. És én most nem tudom, hogy merre jövök. Ez itt milyen hely volt? Tényleg nem tudom. Ó, igen. Ez az ajtó nyílt ki itt. Pálya legelején az még zárva volt, de most így az egész terület már össze van kötve. Kicsit lentebb célozzál már. Te meg egy kicsit föntebb is célozhatnál. Csak a régi mesterséges intelligencia. Jó. Normál kapcsoló, ami elérhetővé teszi már végre az ezüst kulcsot. Illetve egy titkos quad damage. Előtte viszont kiveszem normál módon a ward. Talán így eltaláltam elégszer. Szögekből nem fogytam ki, de csak alapnélgám van. Na nem baj, az is jó lesz. Gyere csak, te semblőr! Ogre, figyeljél! Így kell semblőrre vadászni. És vigyázzál, mert majdnem engem találtál el párszor. Nem voltál túl sok segítség. Jó. Igen, itt szedtük fel most az ezüst kulcsot. És az az ajtó valahol az emeleten volt. Keressük meg. Egyébként az a probléma, hogy még ezek a társaitok, akik a kürtel jelentek meg, ezek is beleszámítanak a Monster Count-ba, szóval. Igen. Hogyha 100%-ot akartok, akkor nekik sem kegyelmezhettek sajnos. De ez nem probléma, mert általában nem bírják ki túl sokáig. Jó, ezt csak így szerezzük meg, hogy a Grendát itt felrobbantjuk. Kapunk egy empátia pajzsot. Egy kicsit segíteni fog. Hát abból egyetlen egy gránát talált, nem valami jó célzás volt ez. Jó, nézzük, mennyit segít a gyűrű.
semennyit, mert már a legelején meglátott engem valahogy a Death Knight. Ó, 2-1 csapásra, remek. Láthatjátok már a bor mögött, hogy ott lebeg egy pentagram. Hogyha akartok, akkor rögtön át is szaladhattok, de én inkább anélkül küzdök még meg a borral. És inkább a pálya utolsó semblőreire fogom elhasználni ezt. Na gyertek! Tanuljuk a semblőr táncot. Na majd a másikon. Ki kell használni, hogy sebezhetetlenek vagyunk. Jó, ez egy nagyon jó semblőr tánc volt. Titkos kapcsoló a kapu fölött. És már itt is van a pálya vége. Nem. A sötétségből elő egy meglepi fiend. Micsoda köszöntés. Mondhatom, ez egy nagyon fair húzás volt. Tom Mustaine-től, ő készítette ezt a pályát. Viszont még egy titkos hely hátra van. És az nem más, mint az a rács, amit már láthattatok. Nemrég. Nézzük, mi van. Hát... talán a Nélgán a leghasznosabb. Akár erre a részre is használhatjátok a láthatatlanságot, és akkor, hogyha még van gránátotok, akkor nagyon gyorsan kiszedhettek legalább egy ogrét a kettőből. És ez az a... és ez az az útvonal, ahol elérhetjük az epizód titkos pályáját. Ami nem más, mint a Gremlinek birodalma. Ez egy egész jó kezdőpálya volt. Talán a kastélyt egy kicsit jobban is megnézhettük volna kívülről, az elég menő lett volna. Illetve az a helyszín, ahol az ezüst kulcsot találtuk, az egy kicsit túl szimmetrikus, szóval elsőre lehet, hogy nehezen lehet ott eligazodni. Egyébként viszont egy jó pálya, jó titkos helyekkel. Na, remélem tetszett nektek is. Következő videóig, sziasztok!